Ezt a zenét a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. Nézz is! Ne csak hallgass! Millásreggeli.hu Megnézzük a lapokat a napi.hu ma reggel egy kis nyugdíjválsággal Rémisztget bennünket. Közé a pénzügyminisztérium a 2023-as költségvetési tervezet kontextusát megadó előrejelzéseket és mellékleteket, amelyből látszik, hogy hosszú távon sem várják a nyugdíjrendszer fenntarthatóbbá válását. A kormány a jövő évi költségvetés mellékletében szereplő előrejelzése, szerint idén már csak 9 millió 689 ezer magyar állampolgár lesz, aki itthon él. Közülük 6 millió ezer főre becsülik a munkaképes korú lakosság arányát, és nekik kell a befizetésekkel fedezni majd 1 991 ,000 nyugdíjas juttatás, Tehát itt látjuk, hogy még három fölötti a szorzó. És ez 15 év múlva várhatóan lejön háromra, vagyis minden harmadik dolgozóra jut majd egy eltartott uh, nyugdíjas, és ez így folytatódik, tehát az arány egyelőre hosszú távon csak romlani fog. Úgyhogy a napi.hu-n lehet ilyen számításokat, demográfiai uh, helyzet leírásokat és egyáltalán a nyugdíj problémáról olvasni ma reggel. G7.fun kiváló anyag a benzin árakról, és kiszámolták, hogy 5 hónap alatt 42 milliárd forintot bukott az állam azon, hogy hatósági árassá tette az üzemanyagot. Ugye tankolás közben egy átlagos autósnak az jut eszébe, hogy a 480 forintos benzinár nem éppen olcsó, de azért sokkal olcsóbb a rögzített benzinár a piacinál de abba kevesebben gondolnak bele, hogy ez a környező országok viszonylatában mennyivel kedvező bár, talán hogyha utaznak. Az Európai Bizottság 2020 óta minden tagállamból gyűjti az üzemanyagok heti árát, és ebből kiolvasható, hogy 2022. áprilisában Magyarországon 1 liter 95-ös motorbenzin ára harmadával volt alacsonyabb az Európai Uniós átlagárnál. Ez azért érdekes, mert ugye egy évvel korábban még 4%-kal haladta meg a hazai motorbenzin ára az uniós átlagot, 2020-ban pedig még 13%-kal. Aztán jött a forint mérepülése, az Euróban kifejezett Európai árakban ugye még inkább olcsóbb tette a hazai benzint, májusban 38, június első felébe pedig már 40 kal maradt el a benzinkutakon az európai átlagtól az üzemanyag ára. Közben ugye az olcsó benzin az nagyobb fogyasztást indukált, és hát nyilvánvalóan megbecsülték azt is, hogy a milyen keresletnövekedést hoz az árcsökkenés. Az Egyesült Államokban volt egy ilyen nagy vizsgát, és úgy becsülte meg a környezetvédelmi minisztérium, hogy 25 és 50 százalék közötti árcsökkenés kell ahhoz, hogy 1 százalékkal nőjön a kereslet rövid távon. Hosszabb távon pedig ez felerősödhet. Minden esetre közben ugye a mesterségesen alacsonyan tartott benzinár az egyrészt növelte a kőolajkeresletet, másrészt pedig ugye csökkentette a költségvetésnek a bevételét, mert az üzemanyagok után nem csak áfa, hanem jelentős jövedéki adó bevétele is van a kormányzatnak. A, ugye a jövedéki adó az nem függ az ártól, az literenként van meghatározva, az áfa azonban nyilvánvalóan igen, és minden esetre jó hosszú cikben citálják, hogy itt az milyen Kiesést jelentett, tehát a költségvetésnek. Ö, hát itt látom a számot, hogy ez most mi? Mi, melyik? A portfólión látom, de MTI. Uh -huh. ö, nagy öles betűkkel itt a bejelentés, változik a Kressz, és ö, az, hogy számtalan kérdés előkerült a parlament hétfői ülésén, a napi rend utáni kérdések során is, Itt többek között a lehetséges kressz változásokra is rákérdeztek a képviselők a kormány tagjainál. Dunai Mónika Fidesz azt kérdezte, hogy tervezik-e a kressz módosítását az elektromos közlekedési eszközökre vonatkozóan a balesetveszély csökkentése érdekében. Konzófia Zsófia államtitkár válaszában arról beszélt, nem hagyhatók figyelmen kívül a megjelenő új közlekedési eszközök. Ezért a tárca módosító javaslatot, csomagot nyújt majd be amely ezen eszközök mellett a vasúti átjárókat érintő szabályokat is átalakítja. Majd. Ez ennyi. Érdekes. Tehát majd lesz. Változás. Ez egy ilyen érdekes szituáció volt. Nyilván a, a kérdés meglepte a De nyilván. kérdezett fel, aki nem tudta hirtelen mit válaszoljon, nem készültek fel rá. Izgalmas kis uh, szivárogtatás volt. Na mindegy, a lényeg, hogy uh, hogy majd lesz, lesz valami, uh, amire majd nyilván mi is ráugrunk és majd beszélünk róla. Na, azt mondja, hogy mit látsz még? Hát igazából semmit. Voltunk? Semmi olyat, ami, semmi ami olyat. az inger küszöböm. Az inger küszöb. Hát annyi, hogy a BBC-n ugye vezető sztori a nagy sztrájk. Egy, hát nem tud, több évtizede a legnagyobb közlekedési dolgozói sztrájk van Nagy-Britanniában, az Egyesült Királyságban, bocsánat, és a vasúti dolgozók szakszervezete kezdte el, ráadásul egybe Esik a különböző metró szakszervezeteknek a sztrájkjával, úgyhogy London és környéke az biztos, hogy káoszba fullad. De nagyon sokan azt mondták, hogy ez egyáltalán nem tesz jót jelenleg Boris Johnsonnak és és az biztos, hogy nagyon sokan meg fogják, meg fogják ezt csínleni: ezt a közlekedési sztrájkot, a dolgozói sztrájkot az Egyesült Királyságban. Jó, haladjunk tovább, és akkor a zene után, a következő zene után pedig a tegnapi tőzsdei nappal foglalkozunk.